A Kárpátok hegyeibe már beköszöntött a tél. A megyei meteorológia központ tájékoztatója szerint az 1000 méter fölötti hegyoldalakon kialakult hótakaró miatt fokozottá vált a lavinaveszély. Egyes helyeken hótorlaszok nehezítik a közlekedést. Az elmúlt napok csapadékos időjárása következtében megemelkedett folyóink vízszintje. A Latorcán és a Borzsán 1-2 méteres árhullám képződött, de a folyók csak a mélyebben fekvő területeket öntötték el. Az előrejelzés szerint a héten Volócon és Ökörmezőn akár mínusz 14 fokig süllyedhet a hőmérséklet. Beregszázban mínusz 7, Ungváron és Nagyszőlősön mínusz 5 fokos fagyra lehet számítani. Ismét Dobsa Istvánt választotta elnökének a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete. Székfoglaló beszédében a fiatal vezető arról beszélt, hogy az elmúlt években sikerült teljesen megújítaniuk az ISZT, melynek mostanra olyan partnerszervezetei vannak, mint az Erdélyi Minta, a Felvidéki Via Nova, valamint a magyarországi IKS és a Fidelitas. Mint fogalmazott, a rendkívüli nehéz időkben különösen fontos az összefogás. Ezért 2014 óta 44 új alapszervezetet hoztak létre, ami 915 regisztrált taggal teljesen lefedi Kárpátalja magyar lakta járásait. Hozzátette, hogy a szervezet éves szinten több mint 30 nagyszabású ifjúsági rendezvényt bonyolít le. A céljuk pedig továbbra is az, hogy elősegítsék a szülőföldön való boldogulást. Az elkövetkezendő 3 évet erős munka kell, hogy jellemezze. Nagyon fontos az, hogy a fiatalok számára hitet és reményt tudjunk mutatni, prioritásként pedig a szülőföldön való boldogulást és a jövőképépítést szeretnénk minél nagyobb előtérbe helyezni. Nincs pillanatnyi megállás sem Matl Péter szobrászművész Munkácsi műhelyében. Az épülő ilosvai járási vilhívkai, magyar nevén Öjvös, görög katolikus temploma számára több más szobor mellett egy 5 méter magas Jézus szobrot készít a művész. Olyasmi a formája, mint a Hága Szófia. Na most mivel szobrász vagyok, hát jó sok szobrot terveztem erre a templomra, és most forogjuk a Jézus szobrot, ami a kupoláján lesz. Csak úgy kijött belőlem 10 vagy 15 grafika. A művész azonban nem csak szobrokat készít mostanában, Popjáty ötösével címmel egy összefüggő 40x70 cm méretű, 40 pasztel grafikából álló sorozata állít emléket a szovjet lágerekbe elhurcolt magyar és német ártatlan civil áldozatoknak. A kiállítás azért kapta az ötösével címet, mert az elhurcoltak a gyűjtőtáborból a gulág táborig napjában többször hallották a Popjáty parancsszót. Matl Pétert a vereckei emlékmű kapcsán ismerte meg a széles közvélemény, amikor 1996-ban megnyerte a Magyarok Világszövetsége által kiírt millecentenáriumi szoborpályázatot a magyarok bejövetelének 1100. évfordulójára. Egy betű sincs ráírva, egy évszám sincs ráírva, egy mindenki kápolnája tulajdonképpen, kapu kelet és nyugat között. Úgyhogy nem gondoltam arra, hogy ennyire fogják támadni. Viszont az emlékmű, hogy az nem egy ember, aki, hogyha kap egy pofont, akkor visszaadná. Ha nincs ott senki, akkor bántatlanul akárki megrongálhatja. És nem nagyon látom, hogy felelősségre vontak volna eddig valakit ezért. Az elmúlt két évtized során számtalan alkalommal gyalázták meg a vereckei honfoglalási emlékművet, felgyújtották festékkel, leöntötték, egy a hágon túlról érkezett pópa jelenlétében és áldásával megrongálták az oltárkövet, lerombolni azonban szerencsére nem sikerült nekik sem. Annyi sok rózsafűzért, mint akkor még soha se imádkoztam. De túléltük, áll az emlékmű, működik, élő emlékmű, igaz? Én nem tudom, hogy lent itt az Alföldön van-e olyan élő emlékmű, amelyhez ennyi sok ember, amelynél ennyi sok ember megfordul. Matl Péter az elmúlt évek során számos szobrásztábort szervezett Kárpátalján, többek között a Bethlen Gábor alap támogatásával. Sok település kapott az alkotóktól köztéri szobrokat. Ma már nem csak a Kárpát-medencéből érkeznek vendégek a Munkácsi művész meghívására, hanem más kontinensekről is. Ebben oroszlán része van Matl Péternek. Nyugodtan kijelenthető, a Mártonáron emlékérem az idén is méltó helyre került.